napot kívánok! Önök a Krónika Live újabb műsorát látják. Pénzesőről fogunk beszélni a mai műsorunkban, ugyanis nagy összegek kerülhetnek az önkormányzatokhoz, amennyiben sikeresen pályáznak az Angel Salini programra, amelynek keretében akár másfél milliárd le is kerülhet a Székelyföldre. Fejlődést jelenthet ez egész Erdélyre, egész Romániára, amennyiben ezt úgy költik el, ahogyan kellene, és nem leszünk szemtanúi egy autópálya effektusnak mondjuk. Ugye tudjuk, hogy a sok autópálya tervből mennyi valósult meg. De legyünk optimisták, mai műsorunkban Szőke László kollégámmal Székelyudvarhelyről, és Barti Tihamérral, a Hargitay megyei tanács alelnökével, a Székelyföldi Önkormányzatok Tanácsának elnökével fogjuk kicsit körbejárni ezt a témát. Elsőre én Szőke László kollégámat kérdezném, hogy te hogyan látod ezt székelyföldiként, Székelyudvarhelyről, valóban optimista vagy a tekintetben, hogy itt egy valós fejlődés indulhat el ezáltal a támogatás vagy projektál, program által? Hát a kérdés is az, amit megfogalmazok, mert az eddigi 30 év tapasztalata az, hogy valami miatt a központi források most szinte mindegy, hogy uniós vagy pedig állami költségvetésből származnak-e, de elkerülték a magyar vidékeket. Azon lehet vitázni, hogy a székelyföldi önkormányzatok hibájából-e, vagy pedig szándékosan nem engedtek ebbe a régióba forrásokat. Én úgy érzem, hogy ez a lehetőség áttörést jelenthet, főleg, hogy nagyon nagy hányada, vagy talán az egész infrastruktúrális fejlesztésekre fordítható. Úgyhogy azt is kérdezném és felvetném, hogy mi változott meg, hogy ennyire megnyíltak a források elérhetőségei Székelyföld számára. Tévesen látom, hogy az eddigi gyakorlat az volt, hogy elkerülték ezek a pénzek Székelyföldet, szinte szándékosan is akár, de ne legyek összeesküvés elmélet faragó. Mi változott, hogy ekkora hányadát elérheti Székelyföld ezeknek a forrásoknak? És én még annyit tennék hozzá a kérdéshez, hogy mennyire volt előkészítve az egész pályázati rendszer, tehát mennyire volt koordinálva az, hogy az önkormányzatok hatékonyan tudjanak pályázni, valóban sikeres lehet-e a pályázati folyamat? Először is én is üdvözöllek benneteket. Ami nagyon fontos, és Szőke László által feltett kérdésre válaszolva mondom azt, hogy minduntalan visszajön a politikába, hogy fontos, hogy kormányon legyen valaki ahhoz, hogy tudja irányítani a forrásoknak az útját. És most valójában egy olyan kontextusban vagyunk, habár most egy ilyen vitatott időszak van kormány alakulás szempontjából, de az elmúlt időszakot a figyelembe veszük, az elmúlt egy évet, amelyben az RMDSZ egy nagyon komoly helyzetben volt, vagyis kormányzati szerepet vállalt, és olyan minisztériumokban van beleszólása a források irányításában, a pályázatok kiírásában, amelyek igenis jelentősek a közösség számára, és nem a helyi közigazgatás számára, és nem feltétlenül az államigazgatást nézzük itt most, tehát nem egy belügyminisztériumot vezetünk, mert arra még nem volt lehetőségünk, de egy olyan minisztériumot például, amely most az Angel Salinit kezeli, mert fejlesztési minisztérium, amely nagyon nagy mértékben valójában az önkormányzatokkal kapcsolatos munkákat, beruházásokat, az őket érintő projekteket kezeli. És ezért ebben a közös gondolkodásban, ami az elmúlt egy évben volt, miként lehet az önkormányzatokat helyzetben hozni, ebbe az RMDSZ nagyon aktívan szerepet vállalt. Arról is kell beszélni, hogy eddig is voltak források, amelyeket a kormány, az eddigi román kormányok valamilyen formában a helyi önkormányzatoknak adtak, és igen, voltak politikai döntések ezek mögött,
Tehát amikor politikai döntésekről beszélünk, elég sok esetben a kormányzati szerepvállalók azok, akik eldöntik igaz a legtöbb esetben, hogy mi az irány. Most az RMDSZ-nek a hozzáállása egy olyan hozzáállás volt, ami igen meglepett sok mindenkit, és pedig arról szólt, hogy függetlenül attól, hogy milyen település, mekkora önkormányzat, legyen egy minimális összeg, amelyet megkap az önkormányzat, amennyiben megpályázza ezt a minisztériumba. Ez egy nagyon nagy újítás, mert ez garantálja azt, ez a kormányhatározat után, hogy Székelyföldön is lesz az önkormányzatoknak támogatása különböző fejlesztésekre. Tehát van abban igazság, hogy kerülték Székelyföldet a beruházások, tehát ezt mi tudjuk itt Székelyföldön élve, hogy ez mit jelent, tehát hogy nem összeesküvés elméleteket gyártunk akkor, amikor erről beszélünk, hanem számokat kell nézni, és meg kell nézni, hogy milyen eszköztára van egy polgármesternek forrásokhoz nyúlni, és láttuk azt, hogy a székelyföldi önkormányzatok biztos forrásra, úgymond biztos forrásra, csak az uniós forrásokra tudtak tekinteni, mert azt, ha megnyerték, akkor megvolt a garancia, hogy meg is kapják. Megjegyzem, hogy itt is fontos volt, hogy mire írodnak ki pályába. És ebben nem lehetett mindig beleszólni. Most már ebben is beleszólása volt az RMDSZ-nek, az Erdélyi Magyar Képviseletnek, azáltal, hogy a minisztériumokban, mint ahogy mondtam, akár a Fejlesztési Minisztérium, akár a Környezetvédelmi Minisztérium, vagy a Gyűjtő Minisztérium, amely az Európai Uniós alapokat kezeli, ott voltak az embereink, és tudták ezt igazítani. Tehát úgy gondolom, hogy van fontosság annak, hogy kormánya vagyok. Ez az első része, és feltevődött az a kérdés is, hogy megelőzte valamilyen fajta koordináció. A kollégái a Székelyhontól, mikor megkerestek, úgy kerestek meg, hogy látták a közösségi médiában, hogy egy néhányszor szerveztem megbeszéléseket a polgármesterekkel ebben a projektkiírásban. És igen, arról beszélnek, hogy ilyen rövid idő alatt hogy lehetett ezt így összehozni. Először is a polgármestereink felkészültsége az nagyon fontos, és meg kell itt említenem, hogy azért a polgármestereink készültek és készülnek projektekkel itt Székelyföldön, de amire jók voltak ezek a találkozók, ezek a megbeszélések, hogy akár Cseke Attila miniszter úrral, vagy akár a programot koordináló vezérigazgatóval pontszerű kérdésekről tudtunk beszélni, miként kell értelmezni egy problémát, miként tegyenek le egy igénylést például az önkormányzatok a felmerülő kérdésekre választ kapva. Úgyhogy valamilyen fajta, tehát ilyen típusú munka megelőzte mindenképp, illetve az is, hogy jeleztük az önkormányzatoknak ide az Angelszalinyibe olyan programokra, vagy olyan igényléseket nyújtsanak be, amire máshol nem nagyon tudnak igényt benyújtani, és ez főleg az utakról szól. És ahogy lehetett látni a statisztikákból, vagy letett pályázatokból, nagyon nagy többsége a projekteknek utakra lett leadva. Mennyire átlátható ez a folyamat? Mennyire elszámolható ugye majd az, aki ezeket a pénzeket, vagy elszámoltatható az, aki ezeket a pénzeket fölveszi, ugye? Nem kell azt magyarázni, hogy a korrupció az Romániában majdnem mindenhol jelen van, és nyilván az emberekben ilyenkor kételyek merülnek fel, hogy vajon ez a pénz ez oda megy-e, ahol valóban a helye van. Igen, ez a korrupció ez egy ilyen visszatérő motivum itt a Romániában és a közigazgatásban is elő-elő kerül igaz elég gyakran. Viszont azt kell látni, hogy ezt a programot, az Angelszalinyi programot megelőzte még hasonló két program. Ezek a Penedelléként elhíresült programok, ez a Program Nacional de Sportare Locale rövidítésű programok, a helyi fejlesztési programok, és ugyanazt a sémát követve, kiegészülve, optimalizálva, jobbítva a minisztérium által jelent meg az Angelszalinyi, és ez azt jelenti az eddigi programok esetében is most is, hogy nem úgy történik az egész, hogy most letette valaki a pályázatot, megnyeri a pályázatot, és
átutalják neki a pénzt, majd aztán te gazdálkodj belőle. Tehát ezekben a programokban nem így van, tehát a pénz nem áll a polgármesterek rendelkezésére, hanem az eddigi gyakorlat az volt az ilyen programok, és ez a program is úgy volt felépít, úgy van felépítve, hogy a hónap végéig, vagy a hónap legelején, az első 5 napjában letevődik egy elszámolás az önkormányzat részéről a minisztérium felé, amit persze megelőzi azelőtt, igaz-e, a vállalkozó leteszi az elvégzett munkálatokkal kapcsolatos papírokat, számlákat az önkormányzathoz. Az önkormányzat hónap végén vagy hónap legelején átküldi a minisztériumnak, és 99%-ban az esetekben azon a hónap végén, amikor leadottak ezek az elszámolások, a pénzt átutalták kifizetésre az önkormányzatnak. Tehát egy elég operatív programról beszélünk, és jó, ha a nézők is tudják, hogy itt nem arról van szó, mikor egy szerződést köt valaki, és kiteszi a hírekbe, megjelenik, hogy sikeresen nyert, akkor ez nem azt jelenti, hogy másnap átutalódik az a mennyiségű pénz. Az Angel Salini esetében konkrétan így lesz, hogy lehívások lesznek, és 5 év alatt lesznek elköltve ezek az összegek. Egy kérdés még, hogy jól értem-e, hogy azt határozták meg, hogy minden önkormányzat kaphat egy bizonyos összeget, vagy csak azok, akik pályáznak? Tehát azok, akik pályáznak, tehát ez olyan, mint a skót és a lottó szelvény, tehát hogy mind várhatja az önkormányzat, hogy akkor megkapja a főnyereményt, nem fogja megkapni. Tehát akkor fogja megkapni, ha beállt a játékba, és tett le, dolgozott előtte, és tett le egy igénylést. Na most a minimális összeg, és jó a kérdés, az arról szól, hogy meghatározta különböző kategóriákat. Például egy község 4 millió lej, minimum 4 millió lejt tud kapni, tud nyerni ebbe a programba. Tehát az azt jelenti, hogy ezt a 4 millió lejt, ha letette egy 4 millió lejes igénylést, megkapja, és jó az igénylése persze, tehát nincs valami probléma, jogi probléma vele, akkor ezt megkapja annélkül, hogy egy országos versenybe venne részt. A 4 millió lej fölött van igénylése, és elég sok esetben beszélünk ilyenről, akkor az egy versenybe kerül, egy megyei vagy országos versenybe, ahol eldöntődik különböző prioritások szerint, még nincsen ez teljesen letisztulva, hogy ki mennyi összeget tud még nyerni pluszba a 4 millió fölött. Mikor tehát ez a községekről szól. A városok esetében 7 millió lejről beszélünk, a megyei jogú városok esetében 10 millió lejről beszélünk, és a megye székhelyek 43 millió lej, míg a megyei tanácsok 140 millió lej, ez a minimum, amit megkaphatnak. Tehát ezt számoltuk össze a kollégákkal a Székelyhon kérésére, hogy akkor Székelyföld, a három székelyföldi megye, akkor kezeljük inkább így, a három székelyföldi megye mi az, amit garantáltan úgymond kaphat ennek a programnak köszönhetően, és kijött ez a közel másfél milliárdos, 1 milliárd 480 millió, ha jól emlékszem, az az összeg, ami ha leosszuk az összes községre, az összes városra, stb. Adja a székelyföldi megyék számát, és ez az az összeg, amit meg fognak kapni, de ahogy megjelent a Székelyhon hasábjain is, sokkal több igénylés folyt be Székelyföldön. Itt röpködnek a milliók meg a milliárdok. Egy picit térjünk a konkrétumra, a lakos, a székelyföldi ember mikor fog eredményt látni? Tehát mikor fog, mennyi időn belül, van-e esetleg konkrét határidő és kötelező határidő, de egyáltalán mikor fogja az első eredményeket látni, és melyek lesznek azok a konkrét eredmények, amiket érzékelhet ennek a programnak a kapcsán? Jogos, mert a bürokráciáról, illetve a számokról, a papírmunkáról lehet beszélni, de a vége az, hogy a lakosság mikor érzékeli. Na most a számítások szerint februárra jut oda ez a program,
hogy akkor már számokat településekre lebontva fogunk tudni, illetve szerződéskötések, elbírálásokról tudunk beszélni. Ez azt jelenti, hogy akkor tavasszal már el tudnak indulni a közbeszerzések ezekre a munkálatokra. Persze, azért itt vannak árnyalatti, de nagyon fontos kérdések, és pedig, hogy ki milyen projekttel jelent meg ezen a pályázaton. Mert nem volt olyan megkötés, hogy például kell legyen egy kivitelezési terved ahhoz, hogy indulj ezen a pályázaton. Tehát akár a terv ötlet szintjén, ha megfogalmazódott, és volt egy tervezőtől egy nagyolt költségvetésed, már jelentkezhettél a programba. Ez azért fontos, mert két kategóriáról beszélünk. Ha valakinek van már terve és úgy jelentkezett, akkor az tavasszal már a munkálatokra ki tudja írni a közbeszerzést, vagyis már ősszel, nyáron, késő nyáron, ősszel már tud akár dolgozni is, annak függvényében, hogy mire pályázott. Ha nincs terv, akkor én úgy gondolom, hogy a jövő év az nem fog a munkálatokról szólni azokon a településeken, ahol még nincs terv. Persze én arra bátorítottam a polgármestereket, hogy ha letették a pályázataikat, még ha terv ötlet szintjén is volt, indítsák el a tervezést már most. Azokban az esetekben, ahol tudjuk, hogy biztosra ez a 4 millió meg fog érkezni. Tehát ne várjunk, indítsuk el, az idén még a tervezést készítsük elő, és ez az együttműködés, ami a polgármesterek és köztünk van, hogy jelezzük azt, hogy ki miként áll, és hogy milyen lépéseket tudunk felgyorsítani, hasznos tud lenni, és akkor el tudunk jutni oda, hogy tavasszal már van tervük például, és tervezhetnek, kivitelezhetnek. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő év második felében lehet arról beszélni, hogy előrelépés és kézzelfogható, illetve a következő években, mert itt csak kezdésről beszélünk, a jövő év második feléről beszélünk, tehát a program szerint 5 év alatt kell ezek a beruházások megvalósuljanak. Tehát azt gondolom, hogy a következő 3 évben, 4 évben Székelyföldön nagyon sok építkezés lesz, és ez a program lesz a gerince, vagy ami elindítja ezeket a beruházásokat, én úgy gondolom. Ön ránát bizonyára a székelyföldi adatokra, beszéltünk erről is, hogy a Székelyhon is foglalkozott többet ezzel. Lát-e olyan fehér foltokat a régióban, ahol kevesebb pályázat ment be, még végleges tervek, vagy előre haladott tervezés nélkül? Tehát lehet-e látni a Székelyföld viszonylatában, hogy melyek azok a régiók, melyek jobban mozogtak, profibbak, és melyek azok, amelyek nem? Hát most kicsit hazabeszélek, mert érdekelne az is, hogy Udvarhely vajon hogy mozgott, tudva az eddigi tapasztalatokat, hogy hát mindenről is lemaradunk. Mindegyik megye ügyesen megmozdult, ez az igazság. Sok projekt beérkezett, tehát összesen 673 projekt érkezett be Székelyföldről, és azért 672, azért nagyon fontos esetleg látni, hogy mire érkeztek projektek, mert akkor így tudunk különbségeket tenni. De hogyha Székely udvarhely vagy udvarhely székről beszélünk, akkor Székely udvarhely esetében én 24 pályázatot látok, amelynek az összértéke 49 millió lej, és mind utakra volt leadva. Azt kell látni, hogy a megyeszékhelyek, a nagy municipiumok többnyire mind utakra. Tehát Sepsiszentgyörgy is letett 50 útra pályázatot, 172 millió lejre például. Gyergyószentmiklós 32, majdnem 33 millió lejre tett le. Székelyudvar, ahogy mondtam, 49 millióra, tehát Csíkszered a 100, majdnem 120 millió lejre, illetve Marosvásárhely 287 millió lejre tett le, és itt is utakról csak beszélünk, tehát 6 útról. Tehát inkább az utakra mentek rá a nagyvárosaink, és a községnek is egy része. Én nem emelnék ki
úgy külön egy régiót, amelyik kevésbé volt sikeres a pályázatok szempontjából. Ami engem érdekel, ha ránézek nagyba a számokra, az az, hogy szétosztom, hogy milyen kategóriákra pályáztak, és hogy biza-biza látok-e lehetőséget egyik vagy másik kategória esetében más finanszírozási forrásra, és ezért leülve a polgármesterrel utólag is arról beszéljek vele, hogy ne akarja arra költeni a pénzt, hanem gyere, inkább egy másik projektet helyezzünk előtérbe. Ennek a programnak a keretében alapvetően, ahogy említette is, útépítésekről van elsősorban szó. Van itt még egy fontos program, ugye a uniós helyreállítási alapból érkező pénz is, úgyhogy egy picit, ha tágabban értelmezzük, én arra lennék kíváncsi, hogy látjuk, hogy Romániának a gazdasági teljesítménye az adatok szerint egészen jó. Gyakorlatilag elsők között van növekedésben az Európai Unióban. Ezt az átlagember egyrészt nem nagyon látja, másrészt a Székelyföld Erdélyen belül ugye tudjuk, hogy lemaradt, főleg Hargita és Kovászna megye. Ilyen tekintetben, hogyha az összprogramokat és az elkövetkező néhány évet nézzük, és mindent beleszámolunk, akkor gazdaságilag ez a régió egyrészt miként tud fejlődni, hiszen ehhez nem csak utak kellenek, bár az is fontos, miként tud fejlődni, és nem vezethet ez oda, hogy tovább nőnek a különbségek. Tehát lehet, hogy Kolozsvár, lehet, hogy Nagyszeben, Temesvár még inkább elhúz, Brassó, ugye, és talán még nő is ez a különbség a régió és a többi Erdély régió között, a Székelyföld és a többi régió között, vagy pedig van-e valami koncepció arra is, hogy végre gazdaságilag, akár befektetők idevonzásával, akár olyan befektetésekkel, amelyek segítik ezt a gazdasági növekedést, ez a régió be tud hozni a hátrányába. Először is csak egy kis kiegészítés a felvezetőben, volt egy olyan, hogy többnyire utakra van az Angel Salin, ez így van, viszont meg kell említenünk azt is, ugyebár, hogy itt víz és csatornahálózat képítésére is van lehetőség, illetve lesz gázra is, de folytatva a helyreállítási alappal kapcsolatos kérdést. Azt kell mondanom, hogy ez is egy fontos momentum, hogy az RMDS kormányon van, hiszen az önkormányzatoknak lehetőségeik lesznek ebben a helyreállítási alapban is pályázni. És az előbb, amikor finoman érintettem, hogy polgármestereket akár meggyőzhetünk, hogy más prioritásokat jelöljenek meg, és ezekkel foglalkoztunk az előző találkozókon is. Ez pont erről szólt, tehát az ön kérdésére egy válasz, és pedig a helyreállítási alapban például víz és csatorna hálózat kiépítésére is van keret odarendelve. Országos szinten azért beszélünk itt közel 800 millió euróról, amit Románia a csatornahálózat kibővítésére, vízhálózat kibővítésére kért le a helyreállítási alapból. És Táncos Barna miniszter úrral beszéltünk többször arról, hogy lehet meg kellene vizsgálni azt, hogy az önkormányzatok, akik letettek az Angel Salinibe igényléseket víz- és csatornahálózat kiépítésére, és vannak letéve, lehet letenni igénylést a helyreállítási alapba is, nem lenne jó átkérni a projekteket, a víz- és csatornahálózatos projekteket a Környezetvédelmi Minisztériumhoz, hogy Európai Uniós alapokból fizessük ki ezeket a költségeket. Hiszen itt, hogyha megnézzük csak a székelyföldi számokat, akkor azt látjuk, hogy 2,5 milliárd lejre volt letéve ebből a 8,5-ből, 2,5 milliárd lejre volt letéve víz- és csatornahálózatra igénylés. Na most, ha ezt a 2,5 milliárd lejt átvisszük
a helyreállítási alapba, vagyis uniós alapból finanszírozódik, akkor tehermentesül, mondjam így, az Angel Salini program, és a, megoldunk olyan problémát, amit uniós pénzből is meg lehet oldani. Ezért a helyreállítási alap adta lehetőségekkel élni természetesen kell. A székelyföldi önkormányzatok lemaradása a többi erdélyi önkormányzatokhoz képest, ez egy nagyon nehéz megfogni, és nagyon sok mindent magába foglal ez a, ez a mondat, viszont az alap az, hogy éljenek a pályázati lehetőségekkel. Tehát az alap az, hogy felkészül minden önkormányzat, és ha a kormánynál vannak pályázatok, oda tesz le pályázatot, ebbe kell segítsünk, és az RMDS szerepe ott kell legyen. Illetve ha uniós alapok vannak, és olyan minisztériumokat koordinálunk, amelyek ilyen pénzeket kezelnek, akkor azok a mi problémáinkra adjanak választ. Hiszen egy municipiumnak, egy Brassónak, egy Kolozsvárnak nem ugyanolyan problémái vannak, mint egy Gyergyószentmiklósnak, egy Gyergyószárhegynek, egy Székelyudvarhelynek, stb. Stb. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy fontos, hogy a helyreállítási alap adta lehetőségekkel is éljünk, és ez a következő időszaknak a kihívása. Erről már volt egy néhány egyeztetés országos szinten, és az elkövetkező időszakban mi, mint Székelyföldi Önkormányzati Tanács fogunk kezdeményezni ilyen egyeztetéseket, és már voltak beszélgetéseim Táncos Balna miniszter úrral, hogy legyenek ugyanilyen találkozók, mint az Angel Salini kapcsán ebben a témában. Hogy érzi, ahogy ugye vannak olyan önkormányzatok, amelyek pályázat szempontjából, hát hogy mondjam, tehát elég rosszul teljesítenek, nem feltétlenül csak azért, mert a polgármester nem ért hozzá, hanem nem ér el, nem érnek el a régióban olyan pályázatíró cégeket, vagy olyan pályázatírókat, akik támogatni tudnák hatékonyan ezt a tevékenységet. Erre vonatkozóan van-e valamiféle B-terv, hogy azokat a régiókat vagy önkormányzatokat segíteni, ahol a tudás úgymond hiányzik, vagy hát nem tudják a szakembereket rendelkezésre bocsátani, vagy megszerezni a környéken? Élünk mi is ezenek a világnak a technikai vívmányaival, és ezekkel az online beszélgetésekkel próbálunk minél több információt eljuttatni, és azért jó a kérdés, mert van, amikor ezek a típusú információk indítanak el ötleteket, illetve fejlesztési elképzeléseket egy településen, vagy az ott feltett kérdések. Hiszen nagyon jó kérdések tevődtek fel a polgármester urak részéről, és az a tény, hogy van a az RMDS Székelyföldi Önkormányzati Tanácsában 122 polgármester, akik közül 117 például részt vett ezeken a megbeszéléseken, jelzi azt, hogy érdekli a polgármestereket is, nem csak a személyzetet küldik el egy ilyen találkozóra, vagy kapcsolják be egy találkozóra, hanem a polgármesterek is bekapcsolódnak, és próbálnak információt gyűjteni. Reális probléma a vállalkozói rétegnek, a, vagy közegnek a felzárkozása például az ilyen pályázatokhoz. De a vállalkozói réteg mindig gyorsabban zárkózik fel, viszont probléma, hiszen attól kezdve, hogy Székelyföldön nem nagy beruházásokkal voltak megszoktatva az önkormányzatok, de a cégek sem, ha lehet ilyet mondani, tehát nem tudtak jelentkezni nagyon nagy beruházásokra a cégek, ezért a cégeknek, az itteni cégeknek is a mérete ehhez van igazodva. Tehát akár mennyire szomorú ezt belátni, tényként kezelendő, hogy nagyon nagy projekteket csak összefogva, vagy máshonnan idejövő és támogató cégekkel tudnak megvalósítani az önkormányzataink. És ilyen jellegű problémákba ütköznek akkor, amikor nagy projekteket kell kivitelezni. Úgyhogy dimenzióváltásra van szükség Székelyföldön az önkormányzatiság, az önkormányzati munkában is, de a vállalkozói rétegnek a felzárkozásában is, illetve a vállalkozás fejlesztésben is. És itt megemlítődött az előbb, hogy a gazdaságfejlesztés szempontjából milyen segítséget tud nyújtani
ez a típusú tőkeinjekciói cég egyföldre, tehát tud segítséget nyújtani, hiszen nagy összegekről beszélünk, amelyek lecsapognak a térségbe. Viszont tényként kell kezeljük azt a szerencsés helyzetet is, hogy a jelenlegi magyar kormány is a vállalkozóinknak a fejlesztésében fektet. És ez azért egy nagy segítség, mert a székelyföldi vállalkozók versenyképessége, az erdélyi magyar vállalkozások versenyképessége az egy kulcsfontosságú kérdés az elkövetkező időszakra, hiszen politikailag lehet különböző szinteket lépni és kormányzati szerepbe kerülni szerencsés konjunkturális helyzetekben, illetve jó politikai konjunktúrába, ha az erdélyi magyarság ott van mögöttünk, de amikor a gazdaságfejlesztést, a gazdaság beindítását beszéljük, vagy felpörgetését, akkor mindenféle támogatásra szükség van, nem csak romániai, hanem magyarországi támogatásra is, amit szerencsére az elmúlt években megkaptunk, és nagyon jó, hogy megkaptunk. Itt lassan közeledik a műsoridő vége. Egy kérdést még mindenképpen meg szeretnék kérdezni az elnök úrtól a gázhálózat bővítésével kapcsolatban. Itt, ha jól tudom, a helyreállítási alapból lesz majd egy komoly bővítés ez ügyben. És van-e arra fogadókészség, hogy az emberek bevezessék a gázt ott, ahol jelenleg fával fűtenek? Egyrészt a gázárak tudjuk, hogy emelkedtek, ugyan most megtörtént a kompenzálás és befagyasztás, de nem tudjuk, mi lesz jövőre. Hogyan látja ezt? Hiszen kétségtelenül egy civilizációs kérdés a gáz bevezetése, ugyanakkor például az ön szülővárosában, Maros-Hévízen, például én sok embertől hallottam, hogy azt mondják, hogy hát ő nem térne át a gázra, neki tökéletesen jó fával fűteni. Szóval, hogy van erre nyitottság egyébként? Igen, tehát talán egy annyit kiegészíteném, amit felvázolt, hogy ebbe az Angel Salinibe is van gázra egy összeg számva, illetve benne van a programban, hogy akkor a gáz fejlesztése is képbe kell jön. Viszont az a döntés született, hogy az energetikai minisztérium és a fejlesztési minisztérium közösen egy módszertant kell kidolgozzon, hogy miként lesznek ezek a pályázatok. Ezért a közbeszédben benne volt, hogy gázra is lehet pályázni ebben az Angel Salinibe, de még nem irodott ki. Mikor ez a közös megállapodás megszületik, lesz 45 napjuk az önkormányzatoknak, hogy pályázanak. A helyreállítási alapban is lesznek különböző támogatási lehetőségek, illetve az előző a nagy projekteket kezelő operatív programban is voltak és nyertek itt a térségben, akár Gyergyóremetéről beszélünk, akár több Csíki és Kovászna megyei település gázfejlesztésre, de hogy a kép teljes legyen, jó, ha a nézők tudják, hogy hogyan áll Székelyföld gázfogyasztók szempontjából. Tehát Maros megye a vezető gázfogyasztók száma tekintetében, több mint 110 ezer gázfogyasztó van Maros megyében, tehát 110 ezer, Hargita megyében 16 ezer, mekkora különbségről beszélünk, mi Kovászna megye valamivel több mint 8 ezer gázfogyasztóról beszélünk. Tehát a 110, 16 és 8 ezer, tehát ha a gazdaságfejlesztésről beszélünk, és jól érintette, hogy azért le vagyunk maradva, az iparba gáz nélkül nem lehet fejleszteni. Tehát ilyen értelemben nagyon-nagyon fontos, hogy a székelyföldi gáz hálózat képítése meglegyen. Tehát ezért kell dolgozzunk, és ezért az elmúlt időszakban nagyon sok egyeztetés volt. De ami a lakosságot érinti, ilyen és amolyan vélemények vannak. A tény az, hogy a gázárak igen, elszálltak, természetesen sokkal kényelmesebb gázzal fűteni, viszont a fa ára is megnőtt sajnos, és azt gondolom, hogy a gáz szolgáltatás, vagy a gázhálózat kiépítése az lassan-lassan egy minimum lesz, hiszen európai szinten, európai uniós szinten már a hidrogén égetéséről beszélnek, és azoknak a rendszereknek a működtetéséről, tehát semmiképp nem a fára térnek vissza, hanem új és újabb
fűtési alapanyagokra, és ezért a gázhálózatok kiépítése úgy gondolom, hogy fontos kell legyen. Tudom, hogy például Marosvízen sincs kiépülve, el van víve odáig a rendszer, de nincs kiépülve, viszont problémák vannak egyéb településeken is itt Székelyföldön, ahogy jeleztem, a számok mondják is, és Hargita megye és Kovászna megye ezért is, én úgy gondolom, le van maradva, mert iparosítás szempontjából, ha nincs komoly gázszolgáltatás, komoly villamos hálózat, akkor mivel vagy vonzóbb, mint más? Tehát ezért folyamatosan azon kell dolgozzunk, hogy olyan alapinfrastruktúrákat építsünk ki, amelyek által jobb, élhetőbb közösségünk van, de ahol fejlődéseknek is az útját meg tudjuk mutatni. Ezért a vízcsatorna és az út egy minimum, és ehhez a gáz kell tudjon társulni. Köszönöm szépen, a műsoridő végére értünk. Reméljük, hogy elindul egy valós fejlődés. Én köszönöm szépen Barti Tihamérnak, a Hargita megyei tanács alelnökének a műsorban való részvételt, kollégámnak, Szőke Lászlónak, úgy szintén önöknek pedig a figyelmet. Tartsanak továbbra is majd velünk, nézzék a korábbi műsorainkat is YouTube csatornánkon és a Facebook oldalon, figyeljék a Krónika Live-ot. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!